Következő tanú, akinek a vallomása értékelésére rendfére, Donát Zoltán. Donát Zoltán tanú nyomozati vallomásának ügyészi értékelésére is az egyoldalúsága jellemző. Ennek megvilágítására elsőként rögzíteni kívánom a tanú BKV-ban betöltött pozíciójára vonatkozó tényeket. Donát Zoltán 2007. januárjában a BKV beruházási és közbeszerzési igazgatóság vezérigazgató helyettese volt. A 2005. december 1. napján kelt, és akkor is hatályos munkaszerződése a BKV SMS-ével összhangban rögzítette, hogy feladatai közé tartozik a kiemelt projektekkel, mint beruházással összefüggő okmányok elkészítésével kapcsolatos feladatok végzése, valamint a DBR projekt megvalósulásának figyelemmel kísérése is. Munkaköréből adódó feladata volt, az AM által a szerződés szerint elvégzett munkáról készült, a munkaórákat és a megbízási díjat is tartalmazó teljesítés igazolások aláírása. Ezen tények tükrében érthetetlen, hogy a nyomozás során kézenfekvő kérdéseket miért nem tettek fel a tanúnak. Például nem tudakozódtak sem az AM és a BKV között 2007. január 24. napján létrejött szerződésről, melyet ő is aláírt, továbbá a CCSoft Kft. És a BKV között 2007. július 12-én létrejött megállapodásról, melyet Kovács Imre mellett Donát Zoltán láthatta el kézjegyével. Miről van ugyanis szó? Donát Zoltánt a Központi Nyomozó Főügyészség 2010. július 19. napján hallgatta ki tanúként. Hagyó Miklós ekkor már 2 hónapja előzetes letartóztatásban volt, olyan gyanúsítással, amelyhez kapcsolódó dokumentumokon ott szerepelt Donát Zoltán neve. Némi szakmai tapasztalat birtokában azt gondolhatnánk, hogy ezeknek a tényeknek a tükrében a Központi Nyomozó Főügyészség azért idézte be a tanúkihallgatásra Donát Zoltánt, hogy a nyomozás tárgyát képező szerződésekről kérdezze, illetve a szóban forgó iratokat, köztük az AM teljesítés igazolásokat elétárja. A teljesítés igazolások keletkezésének körülményei fontosak lehettek egyébként az ügyészség számára, mert például Antal Attilának annak ellenére megmutattak minden egyes ilyen jellegű az AM teljesítés igazolását, vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett dokumentumot, hogy azokon nyilvánvalóan nem Antal Attila aláírása szerepelt. Ezzel szemben, ha Donát Zoltán nyomozati vallomásairól felvett jegyzőkönyveket, így különösen a 2010. július 19. napján kelt jegyzőkönyvet nézzük meg, azt láthatjuk, hogy a kihallgatás fő témája egészen más. Nevezetesen Hagyó Miklós személye. Az elsőrendű vádlott mind a nyomozás során, mind a tárgyaláson következetesen állította, ő a BKV részéről közvetlenül kizárólag a mindenkori vezérigazgatóval tartotta a kapcsolatot, amely tény Donát Zoltán mindvégig megerősített. Hagyó Miklós a vezérigazgató helyettesekkel, így a tanúval is, csak akkor került kapcsolatba, ha valamelyikük, mint az adott témáért felelős szakterületi vezető, a vezérigazgatót elkísérte. Ebből következően Hagyó Miklós Donát Zoltánnak közvetlenül, személyes munkakapcsolatban soha nem állt, vele telefonon, e-mailen kapcsolatot nem tartott. A tanú Hagyó Miklós személyére vonatkozó ismeretei ezért kizárólag származékosak lehetnek. Hangsúlyozom, Donát Zoltán szerepét a szóban forgó ügyletekben természetesen nem azért vetettem fel, hogy ezzel a tanú bármiféle felelősségére utaljak, mivel meggyőződésem szerint sem az imént hivatkozott a 2007. január 24. napi BKV és AM közötti, sem a CCSoft Kft. És a BKV közötti 2007. július 12. napi szerződés esetében nem történt bűncselekmény. A most jelzett nyomozati hiányosságra azért hívom fel a tisztelt törvényszék figyelmét, mert ezáltal jó részt igazolva látom egyes vádlottak és a tanúk azon hivatkozását, hogy a kihallgatásaik során a nyomozóhatóság, a nyomozószervek, így a rendőrség és az ügyészség érzékelhetően nem elsősorban a tények feltárására törekedett, hanem meghatározott, kiválasztott személyekre nézve gyűjtöttek terhelő adatokat, vagy legalábbis annak látszó adatokat. Mielőtt a tanúvallomás egyes részleteit külön elemzem, Donát Zoltán tanúvallomásából ismételten kiemelem a következő kijelentését. Az ismétlés oka az, hogy a tanú kijelentésének nyomatékos jelentősége van. Donát Zoltán úgy nyilatkozott már a nyomozás során, az én szervezeti egységemen belül közvetlen utasítás nem történt.
Ilyen alapon tudomásom szerint egyetlen kérést vagy utasítást sem láttak el olyan magyarázattal, hogy az hagyó vagy más politikus kérése volna. Hangsúlyozom, a tanútárgyaláson tett vallomása, mi 2013. szeptember 19-én hangzott el, teljes mértékben cáfolta, egyaránt a vádhatóság 2012. január 10-i és a 2015. szeptember 16-ai koncepcióját is. Ezt nyilván ügyész úr is észlelte, ezért a tanú tárgyaláson tett vallomását igen szűkszavúan, alig fél oldal terjedelemben értékelve, gondosan mellőzve belőle minden a Hagyó Miklóst érintő és a vádnak egyértelműen ellentmondó megállapítást. Különös érvelési technikára val ugyanakkor a következő. Ügyész úr a vádbeszédében egyfelől nem vitatta, hogy Donát Zoltán, a BKV és az AMZRT, valamint a Fővárosi Önkormányzat és dr. Becker László metróbiztos viszonyát pontosan jellemezte, ami egyúttal a többi bizonyítékkal is egybevág, és teszem hozzá, egyértelműen cáfolja a vádat, másfelől azonban arra jutott, hogy ez a helyzet nem jogszerű, nem felel meg a metrószerződéseknek, a BKV-val kötött szerződés pedig, idézem, azt a célt szolgálta, hogy az AM megbízásának költségeit ne a fővárosnak kelljen kifizetnie, továbbá azok a projektköltségek között se jelenjenek meg, eltűnjenek a BKV 100 milliárdos költségvetésében. Vádbeszéd 80. oldal utolsó bekezdését idéztem. Azt, hogy a vádhatóság ezt az utóbbi két megállapítását mire alapozta, rejtély. Amint azt a tanú vallomásának hiteles ismertetéséből majd megállapítható, az ügyészi állítás Donát Zoltán tárgyalási vallomásából bizonyosan nem következik, a tanú ugyanis ezzel éppenséggel ellentétes tartalmú nyilatkozatot tett. Általánosságban. Donát Zoltán elmondta, hogy a főváros volt a tulajdonosa a BKV-nak, ezért ha a tulajdonos képviselője megtárgyalt egy kérdést a BKV menedzsmentjével, a BKV-nak akkor is az volt, és ma sem más a feladata, mint a projektre vonatkozó döntés megfelelő végrehajtása. Hozzátette, a vádbeli időszakban ez a folyamat semmilyen módon nem tért el a főváros és a BKV között a korábbi időszakban folytatott gyakorlattól, továbbá olyan érzése sem volt, hogy a menedzsment felé direkt jogellenes befolyásolás történt volna. Arra az ügyészi kérdésre, hogy a városüzemeltetési főpolgármester helyettes, vagyis Hagyó Miklós egyébként a tulajdonos képviselője volt-e, a tanú egyértelmű választ adott. Azt mondta, a fővárosi hierarchiában Hagyó Miklós, mint a városüzemeltetésért felelős, Ikvai Szabó Imre, mint a gazdasági területért felelős főpolgármester helyettes képviselte a tulajdonos álláspontját a BKV felé, így ha gazdasági kérdés merült fel, Ikvai Szabó Imre, ha szakmai, akkor Hagyó Miklós járt el. A tanú leszögezte. Egyértelmű volt, hogy a tárgyalások során a főpolgármester helyettesek a főváros szempontjait, a BKV pedig az üzemeltetői szempontokat képviselte, és a kettő vegyítésével zajlottak az egyeztetések. Donát Zoltán Hagyó Miklóst érintő nyomozati kijelentéseit értékelve elmondta, ha az egyeztetések keretében az elsőrendű vádlott elvárást fogalmazott meg a BKV menedzsmentjével szemben, idézem Donát Zoltán tanú vallomásából, ilyen szempontból rendben is volt, hiszen neki, mint főpolgármester helyettesnek feladata volt, hogy a tulajdonost képviselje ilyen egyeztetéseken. A BKV és az AM közötti szerződést érintően. Donát Zoltán megerősítette, hogy Gulyás László tevékenységével kapcsolatban mind Ababotond idejében, mind Antal Attila idejében merültek fel kétségek. Arról is beszámolt, hogy a BKV és a DBR között a tájékoztatás és az együttműködés minősége mindig vitapont volt. A tanú szerint a Gulyás László működésével kapcsolatos aggályok a műszaki tartalmat, a projektköltséget és a határidőt éppen a fő szempontokat érintették, majd leszögezte, idézem, mind a háromnál probléma volt ennél a megaberuházásnál. Így jogosan merült fel a tulajdonos részéről, hogy változtatni kell a projekt megvalósításán. A tanú továbbá szakmai tapasztalatára hivatkozva annak az álláspontjának adott hangot, hogy helyes, ha a tulajdonos beruházó egy nagy volumenű projektet független műszaki tanácsadó szervezet bevonásával átvilágít, és annak eredményét hasznosítja.
Hozzátette, az ilyen átvilágítás költségeit az érintett szervezetnek kell viselnie, mert az ő érdekében áll a projekt tovább haladásának biztosítása. A 2007. január 24. napi szerződés kapcsán elmondta, hogy dr. Becker László részéről fogalmazódott meg az igény, hogy a projekt átvilágítására szerződést kell kötni, és Antal Attila jelezte felé, hogy ezt az előminősítési rendszeren keresztül oldják meg. Erre irányuló konkrét kérdésre kijelentette, idézem, nem volt ilyen, hogy ez a szerződés Hagyó Miklós konkrét kérése lett volna. Jelentőséget tulajdonítok a tanúvallomásnak azért is, mert megtudtuk belőle, hogy az AM által ellátott feladatokat szervezeten belüli erőforrások hiányában a BKV nem tudta volna elvégezni. A létrehozott új projektszervezet kettős irányítás alatt állt, dr. Becker László metróbiztos a főváros, Antal Attila pedig a beruházó BKV képviseletében járt el, a projektirányító bizottság heti üléseit is ketten vezették. Ha a részletek további kifejtése nélkül tömören összegezzük Donáth Zoltán tanú vallomását, megállapíthatjuk, hogy a volt beruházási és közbeszerzési vezérigazgató helyettes vallomása semmiben sem támasztotta alá a vádat, épp ellenkezőleg mindenben cáfolta azt. A következő tanú, akinek a vallomását értékelem, Balog Árpád. Mielőtt Balog Árpád tárgyaláson tett vallomására, illetve vallomásának az ügyészi értékelésére rátérek, szükségesnek tartom leszögezni a következőket. Balog Árpádot a nyomozás során 2011. június 20-án hallgatták ki tanúként, Hagyó Miklós ekkor már 13 hónapja meg volt gyanúsítva a 2007. január 24-én kelt szerződéssel. Balog Árpádhoz a kihallgatása során egyetlen egy olyan kérdést sem intéztek, amely a BKV és az AM között 2007 évben létrejött szerződésre vonatkozott volna, ezért aztán Balog Árpád a nyomozás során a szerződéssel kapcsolt részletekről érthetően nem is tett vallomást. A tanú, aki, mint tudjuk, a kérdéses időszak jelentős részében a DBR Metropolyat igazgatóság igazgatója volt, a BKV és az AM szerződéses viszonyai ellenére, annak ellenére nem kérdezte sem a rendőrség, sem a központi nyomozó főügyészség, hogy a 2007 évi 8 BKV-AM szerződés közül 3-at, a 2007. július 12-én, augusztus 1-én és november 20-án megkötött szerződéseket projektigazgatóként ő írta alá, és 4-ben, így a 2007. július 12-i, augusztus 1-i, november 20-ai és december 22-én kötött szerződésekben Balog Árpád van úgy megjelölve, mint a szakmai kérdésekben, valamint az üzleti, elszámolási és a megbízó teljesítését érintő kérdésekben kapcsolattartással meghatalmazott személy. Nem tudhatjuk, vajon ki és milyen szakmai szempontú megokolásból hozhatta azt a döntést, hogy Balog Árpádtól, aki ezekről a szerződésekről és így az AM által ebben az időszakban elvégzett munkáról nyilvánvalóan hitelt érdemlő, és hogy a tényállás felderítése szempontjából fontos információval rendelkezett és rendelkezik, a nyomozást végzők közül senki ne kérdezzen semmit. Balog Árpád tanú nyomozati és tárgyalási vallomásának a vádbeszédben elhangzott értékelése, a bizonyítási anyaggal egybevetve részint kimondottan iratellenes, részint azt kell mondjam, hogy konfabulatív, mert a tanú által előadottaknak olyan jelentéstartalmat tulajdonít, amely azzal összeegyeztethetetlen. A vádbeszédben a tanú vallomása értékelésének kezdetén ügyész úr leszögezte, hogy Balog Árpád, idézem, a vádbeszéd 86. oldaláról, a legkevésbé elfogult tanúk között tartható számon személyes szakmai választás volt az EU pályázat előkészítésére, így tevékenysége is viszonylag mentes volt a politikai befolyástól. Ezután pedig kijelentette, idézem, Balog Árpád kiválasztásának módjából is látható, hogy a projekt irányítása, vezető tisztségviselőinek kinevezése a főpolgármesteri hivatalhoz, ezen belül is Hagyó Miklós környezetéhez került. Továbbá, bár formailag valóban betartották az alapszerződések rendelkezéseit, a főváros és az állam csak jóváhagyó szerepet töltött be, az a körülmény pedig, hogy dr. Denszky Gábor főpolgármester is behívatta magához Balog Árpádot, idézem a vádbeszédből, nem alkalmas annak cáfolatára, hogy a projektigazgató személyének megváltoztatása Hagyó Miklós személyes döntése volt,
és az új projektigazgatót érdemben Becker László választotta ki. Az ügyészség állításai önellentmondóak, és nem felelnek meg a tényeknek. A vádhatóság ugyanis saját maga is elismeri, Balogh Árpád tárgyilagos tanúvallomást tett, majd ezt követően ezzel ellentétesen a mindvégig következetes tanúvallomásból olyan konklúziót von le, amellyel viszont alapjaiban megkérdőjelezi a tanú által elmondottak valóságtartalmát. A vádbeszédben elhangzottakra tekintettel nem tekinthetek el Balogh Árpád kinevezési folyamatát kísérő tények rövid, ám de részletes ismertetéséről. Ezekről a tanú, mint említettem, a 2011. június 20. napi nyomozati vallomásában és a 2013. október 29. napi bírói meghallgatásán is egyezően számolt be. Fontos tudni, hogy Balogh Árpád szakmai alkalmasságát kinevezése előtt éppen úgy nem vitatta senki, ahogy később sem. A fővárosi közgyűlés 2007. június 28. napi ülésére készült hozzájárulás a BKV ZRT DBR Metro projektigazgatósága új vezetőjének kinevezéséhez tárgyú előterjesztésből a következők állapíthatóak meg. A finanszírozási szerződés 3.4.3 pontja értelmében a DBR Metro projektigazgatóság igazgatójának kinevezéséhez az állam jóváhagyása szükséges, ezért a főváros eljuttatta Balogh Árpád projektigazgatóvá történő kinevezésével kapcsolatos jóváhagyást kérő levelét az ügyben az államot képviselő pénzügyminiszternek, aki a kinevezést 2007. május 22. napján kelt levelében jóváhagyta. A 4-es metróvonal finanszírozásával kapcsolatban Budapest főváros önkormányzata az Európai Beruházási Bankkal 2005. július 18. napján hitelszerződést írt alá, amely a folyósítás feltételei között rögzítette, hogy a projekt kivitelezési struktúrája véglegesítésre kerül, beleértve, hogy a bank számára kielégítő módon létrehozzák a BKV-n belül a projekt kivitelezési egységet, vagyis a projektigazgatóságot, és kinevezik a projektigazgatót. A hitelszerződés ezen túlmenően a 8.01c pontjában haladéktalan általános tájékoztatási kötelezettséget ír elő a főváros részére, bármely olyan tényről és eseményről, amelyről észszerűen feltételezhető, hogy érdemben sértheti, vagy érintheti a projekt kivitelezésének vagy működésének feltételeit. A főváros az előbbi rendelkezésekre tekintettel tájékoztatta a finanszírozó EIB-et a projektigazgató személyében tervezett változásról, melyet a bank tudomásul vett. Harmadrészt, a beruházói szerződés 10.4.1 pontja értelmében az új projektigazgató kinevezéséhez a fővárosi önkormányzat jóváhagyása is szükséges volt. Erről előterjesztés készült, amely azt a határozati javaslatot tartalmazta, hogy a fővárosi közgyűlés hagyja jóvá Balogh Árpádnak a BKV DBR Metro projektigazgatóság vezetőjévé történő kinevezését. Az előterjesztés azt is tartalmazza, hogy mivel Gulyás László munkaviszonya nem szűnik meg, munkakörének megváltozásához az állam és a főváros jóváhagyása szükségtelen. Balogh Árpád 2007. július 10. napján kelt munkaszerződésének preambulumba rögzíti, hogy a BKV és közte 2007. március 23. napján határozatlan időtartamra szóló munkaszerződés jött létre a BKV DBR Metro projekt igazgatóságán igazgatói munkakörre. A felek ezt a munkaszerződést módosították 2007. július 10-én, az új megállapodás megkötésével tekintettel arra, hogy a beruházói szerződés tartalmának megfelelően a fővárosi közgyűlés a 2007. június 28. napján tartott ülésén hozta meg 1003/2007. június 28. számú határozatát, amellyel hozzájárult Balogh Árpád BKV DBR Metro projektigazgatóság vezetőjévé történt kinevezéséhez, és egyúttal felkérte a főpolgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről tájékoztassa a BKV vezérigazgatóját, vagyis Antal Attilát. Balogh Árpád munkaszerződésének az alkalmazás feltételei körében az 1.6 pont alatt az is rögzítésre került, hogy Balogh Árpáddal szemben a munkáltatói jogokat a BKV SMS-ének megfelelően a vezérigazgató gyakorolja, a közvetlen szakmai irányítója utasítási joggal pedig a DBR Metro vezérigazgató helyettese. Munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetéséhez a beruházási szerződés szerint a főváros jóváhagyása szükséges. Balogh Árpád a nyomozati vallomásával egyezően a tárgyaláson elmondta,
hogy korábban a MÁV-nál az EU programok projektigazgatóságának volt az egyik vezetője, ennek kapcsán került kapcsolatba dr. Becker Lászlóval, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetőjével. Később dr. Becker László márint metróbiztos, éppen az EU-s munkában szerzett tapasztalatai miatt kereste meg, mivel ez az időszak volt a 4-es metróvonal EU támogatás elnyerése iránti eljárásának a kezdete. A tanú vallomása szerint dr. Becker László megkeresését követően 2007. február környékén dr. Demszky Gábor főpolgármesternél személyes megbeszélésen vett részt, ahol jó benyomást keltett. A tanú, tehát Balogh Árpád, a főpolgármesterrel való találkozás után Antal Attilával, tehát a BKV vezérigazgatójával is beszélt, egyeztették a munkába állása feltételeit. 2007. márciusában került ezt követően a DBR alkalmazásába, ahol az előbbiek szerint az előbbi hivatalos eljárást követően 2007. július 10. napján lett projektigazgató. Balogh Árpád a tárgyaláson határozottan kijelentette. A DBR-nél való alkalmazásával összefüggésben Hagyó Miklóssal nem folytatott megbeszélést. Jól látható tehát, és ez volt az oka ennek a viszonylag részletes és hosszadalmas ismertetésnek, hogy Balogh Árpád kiválasztására a projekt igényeihez igazodva merőben szakmai jogból került sor, előbb dr. Becker László metróbiztossal beszélt, majd a főpolgármester egyeztetett vele. Tényleges kinevezése 4 hónapig tartó hivatalos eljárást vett igénybe, amelyben az Európai Fejlesztési Bank mellett a pénzügyminiszter és a fővárosi közgyűlés hozzájárulására is szükség volt. Tényszerűen nem igaz tehát a vádnak az az állítása, hogy a DBR új projektigazgatójának személyéről, kinevezéséről Hagyó Miklós elsőrendű vádlott egy személyben döntött volna. A vádhatóságnak az a kijelentése tovább, amiben arra utal, hogy a tanú 6 évvel a történtek után azért említette meg az ő telefonon felhívó lehetséges személyként Hagyó Miklós titkárnőjét, mert idézem, már akkor is úgy tudta, hogy a 4-es metró projektet Hagyó Miklós vette kezébe, minden ténybeli alapot nélkülöző, semmivel sem igazolt feltételezés. A tanú nem állított olyat, amivel ezt a következtetést le lehetne vonni. Ami Balogh Árpádnak a 2007. január 24-én megkötött szerződésekkel kapcsolatos ismereteit illeti, azokról tudni kell, hogy csak származékosok lehetnek, mivel az előbbiek kifejtettek szerint Balogh Árpád akkor még nem dolgozott a BKV-nál. Mindemellett a tanú a 2013. október 29. napi bírósági tárgyaláson tett vallomásában részletesen nyilatkozott a DBR Metro projekt igazgatóság működéséről, az AM által végzett tevékenységével összefüggő tapasztalatairól, amely vallomásából a következőket szükséges a vádpont kapcsán kiemelnem. A tanú tárgyaláson tett részletes beszámolójából az ügyészség azt a negatív következtetés vonta le, hogy egyrészt a projekt egyértelműen olyan szervezet kezébe került, amely az alapszerződések rendszerében sehol sem szerepel, másrészt idézem, jól kirajzolódik, hogyan került át a megvalósítás szakmai vezetése magasabb szintre. Vádbeszéd 86. oldal. Ezzel szemben valójában Balogh Árpád a következőkről beszélt. Elmondta, hogy 2007 év elejére felállt a DBR-nél, az Antal Attilával kapott információja szerint az AM által kidolgozott az a projektszervezet, ami az EU-s direktíváknak megfelelően alkalmassá tette a projektet az EU-s támogatási forrás megszerzésére. Ennek részeként alakult meg a BKV vezérigazgatója által vezetett projektirányító bizottság, vagyis a PIB, és a városüzemeltetésért felelős főpolgármester helyettes vezette projektfelügyelő bizottság, vagyis a PFP. E két bizottság együttesen jelentette azt a menedzsment szervezetet, amellyel az EU támogatás iránti kérelmet benyújtották Brüsszelben. A projektirányító bizottság hatásköre a BKV-ra magának a beruházásnak a tényleges lebonyolítására terjedt ki, a projektfelügyelő bizottság pedig azokat a döntéseket kellett meghozza, amelyek a projektirányító bizottság kompetenciáján túlmutattak, mert például a főváros, a kerületek vagy valamely állami szervezet hatáskörét érintették. A vádhatóság képviselője Balogh Árpád érdemi mondani valójának lényegéről, nevezetesen arról, hogy a tanú szerint az új projektszervezet kialakítása az EU támogatás elnyerésének feltétele volt, egész egyszerűen nem vett tudomást. Ügyész úr vádbeszéde azt a képtelen, a bizonyítékokkal össze nem egyeztethető állítást igyekszik sugallni,
mintha, elnézést a kifejezésért, egy obskurus társaság élén természetesen magával Belzebubbal, Hagyó Miklóssal, valamiféle rejtett, ugye nyilvánvalóan illegális motivumtól vezérelve kezébe akarta volna kaparintani a 4-es metró beruházás feletti irányítást, és ennek a célnak a megvalósítása érdekében még attól sem riadt vissza, hogy a legalitás mezébe öltöztetett, formálisan jogszerű, valójában azonban testidegen organizációkat hozzon létre. Ezzel szemben a tanú vallomásával alátámasztott tény, hogy az ügyészség által szugeráltakkal ellentétben nem valamilyen törvényellenes, ismételten ezt kell, hogy mondjam, titokzatos mozgalomról van szó, ami a 4-es metró beruházás tönkretételén fáradozott, épp ellenkezőleg egy olyan új projektszervezetről, amelynek eredményes működése nélkül a beruházásnak, és azt kell mondanom itt Magyarországnak, esélye sem lett volna arra, hogy az 1 milliárd eurós támogatást elnyerje, amely utóbb az új projektszervezetet kialakító és ebben résztvevő személyeknek köszönhetően elnyerésre került, és ezt az ország megkapta, és ami által a projekt megvalósítására is sor kerülhetett. A tanú azt is leszögezte, hogy a tevékenysége felett a PIB és közvetlenül a BKV vezérigazgatójaként Antal Attila gyakorolta a felügyeletet, Hagyó Miklóssal kizárólag a fővárosi közgyűlés vagy a fővárosi kabinet ülésein találkozott, tőle, leszámítva egy televíziós megnyilvánulásával kapcsolatos észrevételét, a projekt munkákkal összefüggésben semmiféle megkeresést nem kapott. A vádhatóságnak az a megállapítása, amely szerint idézem, Balogh Árpád vallomásából arra is következtetni lehet, hogy Hagyó Miklós közvetlenül is beavatkozott a projekt operatív irányításába, a tények elferdítése. Vádbeszéd 87. oldal. A tanú vallomása szerint az történt ugyanis, hogy egy általa sem vitatottan, nem teljesen jól sikerült televíziós szereplése után Hagyó Miklós felhívta, és arra szólította fel, hogy a jövőben kerülje az ilyen típusú média megjelenést. Amint arra már többször utaltunk, és a rendelkezésre álló okirati bizonyítékok, valamint a tanúk és a vádlottak egybehangzó vallomása alapján is megállapítható, 2007-ben a BKV és a 4-es metró beruházás az országos, nyomtatott, elektronikus sajtó szüntelen keresztüzében állt. Miután nem kevesebb, mint az előbb hivatkozottak szerint 1 milliárd euró összegű EU támogatás volt a tét, egyáltalán nem volt közömbös, hogy a beruházásra milyen hírek jutnak el Brüsszelbe. Ha valamely ügy alkalmas annak bizonyítására, hogy milyen közpolitikai és közvéleményformáló hatalma van a médiának, a jelen ügy és Hagyó Miklós sorsa bizonyosan példa rá. Éppen ezért nem látok abban semmit, ha ilyen kiélezett körülmények között egy szerencsétlen televíziós szereplés miatt a főváros felelős főpolgármester helyettese a nyilatkozattevőt a jövőbeni média megjelenéstől való távolmaradásra hívja fel. Nem igényel részletes szemantikai elemzést, hogy Hagyó Miklós telefonja tényleges jelentéstartalmára tekintettel, alig ha tekinthető a projekt szakmai irányításába történő operatív beavatkozásnak. Az AM által elvégzett munkát illetően a vádhatóság azt emelte ki a tanú vallomásából, hogy az egyik kijelentéséből arra is lehet következtetni, az AM ZRT a fővárosi önkormányzat feladatainak ellátását is támogatta, ismételten a vádbeszéd 87. oldaláról idéztem. Ezt követően az is kiderül, vagy legalábbis sejthető, hogy az ügyészség Balogh Árpádnak arra a kijelentésére gondol, amikor a tárgyaláson a tanú ügyészi kérdésre azt mondta, nem tud arra a kérdésre válaszolni, adott-e dr. Becker László is feladatot az AM-nek, ő ezt nem tapasztalta. Azt az ügyészi jogfejtést, ami a tanú egyértelműen nemleges válaszából, ezt követően azt vezeti le, hogy Balogh Árpád nem zárta ki annak lehetőségét, hogy ilyen történhetett, sőt, az adott szövegkörnyezetben ez éppen arra utal, hogy ilyen megtörténhetett, és idézem, dr. Becker Lászlónak volt gyakorlati lehetősége arra, hogy a BKV szerződések terhére megbízást adjon az AM-nek, nem tagadom, képtelenségnek tartom. Vádbeszéd 88. oldaláról szólt az idézet. Valamely bizonyíték hiányában, pontosabban, a bizonyítékkal igazolni kívánt tény hiányából arra következtetni, hogy ami hiányzik, az lehetséges, hogy létezik, éppenséggel van is, a logika szabályaival alig ha összeegyeztethető következtetés.
Ezzel szemben valójában a tanú a BKV és az AM közötti szerződésekről a következőképp nyilatkozott. Kijelentette, hogy amikor oda került a DBR-hez, akkor az AM munkatársai már ott voltak, Horváth Editen és Sár Tamáson kívül kezdetben 4-5 kolléga állandóan jelen volt, majd ez a szám, a háttérszakértőket is beleszámítva, emlékei szerint nagyságrendileg 20-25 főre növekedett, és sokszor előfordult, hogy a projekt sikere érdekében éjjel-nappal együtt dolgoztak. Leszögezte, hogy az Eurometro Kft. Az AM-hez képest teljesen más munkát végzett, így még az Eurometro adta a műszaki hátteret, addig az egyéb projektmenedzseri és szakértői támogatást az AM-től kapták meg. A DBR projekt igazgatóság jelentős erőforrás hiányára tekintette, tulajdonképpen a tanú szerint az AM látott el helyette minden, a projektmenedzsment különböző szintjei jelentkező feladatot. A kockázatkezelést, a döntést előkészítő tanulmányok elkészítését, és ezeken felül konkrét feladatot kapott az EU-s támogatás megszerzésében is. Balog Árpád arról is beszámolt, hogy a fővárosi közgyűlés döntéshozatalához szükséges szakmai anyagok előkészítését is jó részt ők végezték, és dr. Becker László volt az, aki azon dolgozott, hogy a határozati javaslat ténylegesen a közgyűlés elé kerüljön. Az AM számára a feladatokat Balog Árpád, illetve a PIP határozta meg, az EU-s támogatás iránti kérelem pedig dr. Becker László közreműködése útján bonyolódott, a tanú azonban hangsúlyozta, és ennek van a legnagyobb jelentősége a tanú vallomásából, hogy bár a feladat meghatározása több rétegű volt, de idézem, igazából minden tevékenység a 4-es metrónak az előrehaladásában történt. Balog Árpád tehát teljes mértékben alátámasztja azt, ahogy a 4-es metró beruházás megvalósítása szempontjából nem lehet egymástól élesen elszeparálni a résztvevő feleket, így a DBR-t a BKV-tól, vagy mindkettőt a fővárostól, mivel valamennyien egy közös célért dolgoztak, hogy az új metró határidőben minden kívánalomnak eleget téve elkészüljön. Ezt az összefüggést a tulajdonosi viszonyok is igazolják, a 4-es metró a BKV tulajdonába és üzemeltetésébe került, a BKV pedig a fővárosi önkormányzat tulajdona volt. Az ügyészségnek az a következtetése tehát, amely szerint, idézem, a projektigazgatóság létszámnövelését olyan új többletfeladatok tették szükségessé, amik nem a DBR feladatkörébe tartoztak volna, nem felel meg a valóságnak. Vágybeszéd 87. oldal. Azt ugyanis még a vádhatóság sem vitatja, hogy a metrószerződések értelmében a DBR Metro projektigazgatóság legfőbb feladata a 4-es metró projekt megvalósítása volt. Kétség sem férhet hozzá, hogy a beruházáshoz elengedhetetlenül szükséges 1 milliárd eurós összegű támogatás megszerzése, az ahhoz szükséges új projektszervezet kialakítása, az ügyészség feltételezésével ellentétben a DBR Metro projektigazgatóság feladatkörébe is tartozott. A projekt finanszírozásának kérdése az, hogy a rendelkezésre álló okirati bizonyítékokból is kiviláglik, a beruházás valamennyi résztvevője, az állam, a főváros és a BKV számára egyaránt az egyik legfontosabb elem volt, olyan komplex feladat, amelynek hatékony megvalósításán minden résztvevőnek közösen kellett dolgoznia. A tanú a DBR Metro projekt igazgatóság, mint szervezeti egység tevékenységéről mindemellett a következőként nyilatkozott. A DBR Metro projekt igazgatóság, így a Gulyás László által korábban végzett munkáról, Balog Árpád azt a kijelentést tette, elég sok problémával találták magukat szembe 2007-ben, noha Gulyás László neki is úgy adta át a projektvezetését, hogy azt állította, minden rendben van. A projektigazgatóság korábbi összetételét súlyos kritikával illette, rámutatva, hogy a 16-17 fő alkalmazotti létszám kétharmada adminisztratív tevékenységet végzett, az érdemi feladatok ellátására alig 5-6 szakember maradt, az ő energiájukat viszont felemésztette a munkaterületen a kivitelezőkkel vívott harc. A projektigazgatóság így az adott létszám mellett alkalmatlanná vált az EU támogatás előkészítésére, és az igazgatóváltás a létszám feltöltését eredményezte, a közgyűlés döntése nyomán rövidesen 40 fő dolgozott a projektigazgatóságon, melynek a költségvetése is a többszörösére nőtt. Az AM által elvégzett munka szükségességét illetően. Balog Árpád rendkívül egyértelmű, azonban a vádhatóság koncepciójának nyilvánvalóan ellentmondó vallomást tett. Ez utóbbi körülmény lehet ugyanis az egyedüli oka annak, hogy abból, amit a tanú erre nézve a tárgyaláson elmondott, a vádbeszéd semmit sem tartalmaz.
Balogh Árpád szerint ugyanis az AM által nyújtott projektmenedzseri támogatásnak köszönhető, szó szerint idézem a tanú vallomását, hogy nem dőlt be a projekt. Illetve neki köszönhetően több olyan döntés előkészítő tanulmány is elkészült, amivel a beruházásban több 10 milliárdos megtakarítást értek el, így konkrétan például az állomások belső beépítési tenderénél 15 milliárd forintot takarítottak meg. Összességében sok olyan intézkedés történt, aminek eredményeként hatékonyabb és jóval olcsóbb lett a beruházás, a legnagyobb érdem azonban az, hogy az AM-mel történő folyamatos közös munkának, a DBR PIB-ből és PFP-ből álló projektszervezete működtetésének köszönhetően utóbb megszerezték a beruházáshoz az 1 milliárd eurós EU támogatást. Erősen bízunk abban, hogy amikor majd a tisztelt törvénycégnek a mérlegelése során az AMZRT tevékenységének szükségességéről, illetve hasznosságáról kell állást foglalnia, messze menően figyelembe veszi Balogh Árpád személyes tapasztalatokon alapuló, hiteles, s tartalmát tekintve az ügyész úr által sem vitatott vallomását. Az ügyészség a vádbeszédben arról sem számolt be, amit a tanú a BKV és az AM közötti szerződéses viszony felmondásának előzményeiről és körülményeiről elmondott. A tanú ugyanis úgy nyilatkozott, hogy az adott időszakban a beruházás műszaki megvalósítását érintően rengeteg támadást kaptak, ömlesztve érkeztek hozzájuk a projekt egyes részleteire vonatkozó kifogások, és a médiában is többen támadni kezdték az AM szerződéseinek szükségességét. Ők a tőlük telhető módon megpróbáltak valahogy védekezni, így a fővárosi közgyűlés 2008. február 28. napi ülésén, amire már többször hivatkoztunk, a negyedrendű vádlott, mint megbízott vezérigazgató, az AM által elvégzett munka kapcsán bemutatta az AM ZRT tevékenységének azt a könyvtárlistáját, ami egy több tízoldalos leporellót tett ki. Balogh Árpád kijelentette, megítélése szerint a szerződés a média nyomás miatt szűnt meg, személy szerint pedig azt a feladatot kapta, úgy zárják le a szerződést, hogy minden addig elvégzett munka ellenértéke ki legyen fizetve. Hozzátette, a DBR által végzett munkát ő egyeztette le az AM-mel, és ahogy korábban is folyamatosan ellenőrizték az AM által végzett teljesítést, ekkor is tételesen megvizsgálták, ki mennyit dolgozott, és az alapján zárták le a szerződést. Balogh Árpád vallomása elfogulatlan, tárgyilagos, következetes és ellentmondásmentes. Alkalmas arra, hogy a tisztelt törvényszék tényállást alapozzon rá. A következő tanú, akinek vallomását értékelem, a 31-es számú tanú. A 31-es számú tanú 2007. május 14. napjától lett vezérigazgató helyettes, ezért a 2007. január 24-én, tehát a munkába állása előtt 5 hónappal megkötött szerződés előzményeiről és körülményeiről hiteles információval nem rendelkezett. A tanút az eljárás során háromszor hallgatták meg, először a központi nyomozó főügyészségem, ahol, noha tevékenysége egyértelműen összefüggött az AM-BKV szerződés csomagjával, kérdést ebben a körben hozzá sem intéztek. A tanú második, 2015. május 28-án történt tárgyalási meghallgatásakor már ismertek voltak az ügyészségen feltárt tartalmú e-mailek, amelyek között szerepelt egy a tanútól származó üzenet is, és bár a vádhatóságnak lehetősége lett volna a tanú tárgyalási meghallgatása során az e-mailt elébe tárnia, hogy tisztázza az üzenet rendeltetését és valós tartalmát, ezt a kézenfekvő lépést elmulasztotta. Ennek ellenére mégis a vádbeszédében az ügyészség erre az e-mailre úgy hivatkozott, mintha az a kérdéses cselekménnyel még a csak meg sem gyanúsított elsőrendű vádlott büntetőjogi felelősségének alátámasztására a legcsekélyebb mértékben alkalmas lenne. Vádbeszéd 45. oldal. Mindezeket előre bocsátva, röviden reagálok a 31-es számú tanú vallomásának a vádbeszédben elhangzott értékelésére, illetve a tárgyaláson tett tényleges vallomására. Bár a vádhatóság több mint két oldalon keresztül taglalja a tanú vallomását, azt már a legelején kijelenti, hogy abban jó néhány olyan elem található, amiket az eljárás más részvevőinek vallomásai tényszerűen cáfolnak, idézem, ezért a tanú vallomását egyes kérdésekben nehéz komolyan venni, mondja a vádbeszéd 89. oldala. Noha az ügyészség komolytalannak tekinti a tanú vallomását, arra azonban mégis alkalmasnak, hogy a tanú vallomásához több olyan általános észrevételt fűzzön, amely nem a tanú vallomásából következik, hanem kizárólag az ügyészség feltételezésein alapszik, és nem támasztja alá semmilyen bizonyíték, vagy egyenesen iratellenes.
Ilyen ügyészi megállapítás például az a kijelentés, amely szerint abból, hogy a 31-es számú tanú DBR Metro vezérigazgató helyettesi kinevezése előtt nem beszélt Antal Attilával, azt igazolja, hogy idézem, a 4-es metro projekt vezetésében Antal Attila nem vett részt. A tanú ezzel szemben a tárgyaláson tett vallomásában kifejezetten mondta, hogy a főpolgármester megkeresését követően találkozott Antal Attilával azért, mert szükségesnek látta alkalmazása esetleges részleteinek a megbeszélését. Ehhez éppen ügyészi kérdésre azt is hozzátette, hogy ekkor még nem döntött, elvállalja-e az állást, hanem csak meghallgatta a BKV vezérigazgatójának ajánlatát. Nem lényegtelen körülmény, hogy utóbb a tanú munkaszerződését is a BKV vezérigazgatója, vagyis Antal Attila írta alá. Okiratok sorával és egyebek között Donát Zoltán meggyőző vallomásával igazolt tény, hogy Antal Attila a projektirányító bizottságot a BKV vezérigazgatójaként vezette, és mivel a DBR Metro projektigazgatóság az általa irányított munkaszervezet része volt, a vezérigazgató folyamatosan részt vett a beruházás irányításában. Az ezzel ellentétes ügyészi állítás ezért ismételten nem igaz. Tetten érhető ekkörben egy másik csúsztatás is. Ügyész úr szerint a 31-es számú tanú pozíciója a létrehozásának, valamint annak a ténynek, hogy a tanú munkájának elősegítése érdekében alkalmazott szakemberek foglalkoztatási költségei nem kerültek bele a projekt költségvetésébe, idézem, egyenes következménye a költségvetési számviteli fegyelem megszűnése, továbbá konkrétan és általánosságban az, hogy a projekt ilyen jellegű költségeit 2007-től elkezdték a BKV általános költségvetésében elrejteni. Vádbeszéd 88-89. Oldal. A vádhatóságnak ezek a kijelentései kifejezetten iratellenesek. Mielőtt a tanú tárgyaláson tett vallomásának tényleges tartalmára rátérnék, felhívom a figyelmet arra a tényre, hogy a BKV igazgatósága 39/2007 számú határozatának megfelelően került kiadásra a BKV SMS-ének az a 6-os számú módosítása, amely a DBR Metro vezérigazgató helyettesi pozíciót létrehozta. Ennek előzményeként a BKV igazgatósága 2007. április 17. napján ülést tartott, ahol a 11-es számú napirend volt a javaslat az SMS módosítására, DBR Metro projektigazgatóság 35-ös számú előterjesztés. Az igazgatóság az SMS módosítását 2007. április 17. napi hatállyal egyhangúan elfogadta. Az ülésen az igazgatóság 10 tagja, és meghívottként a felügyelő bizottság elnöke is jelen volt. A 31-es számú tanú munkaszerződése erre az SMS módosításra figyelemmel jött létre 2007. április 25-én, azt követően, hogy a szervezeti változást az igazgatóság szabályszerűen elfogadta. Szó sincs az ügyészség által állított rejtegetésről, vagy a költségvetési és számféleli fegyelem szándékos megszegéséről. A hivatkozott vádbeszédbeli kijelentés másik jelentősége, a BKV és az AM közötti 2007. január 24. napi szerződés szempontjából jóval konkrétabb. Amint ez a tanú vallomásából kiderült, a vezérigazgató helyettesi munkaköréhez kapcsolódó költségek forrását a BKV teremtette elő, annak biztosítása a finanszírozási szerződés igen szigorú előírásai miatt a DBR Metro projekt igazgatóság költségvetéséből nem volt megoldható. Elmondta a 31-es számú tanú, hogy ez a saját fizetésén kívül még a munkáját segítő, ugyancsak a BKV alkalmazásában álló 3-4 főnek a fizetését jelentette, akik között asszisztens, főállású jogász és egy a projektvezetés informatikával támogatott módszertanában jártas szakértő is megtalálható volt. A tanú vallomása teljes mértékben megerősíti mindazt, amit egyébként a rendelkezésre álló okirati és személyi bizonyítékokra alapozva elmondtam, vagyis, hogy minden beruházás esetében vannak olyan a beruházás menetében szükségszerűen felmerülő költségek, amelyek a korábban megkötött finanszírozási szerződések szigorú rendelkezései miatt ugyan el nem számolható költségnek minősülnek, de ettől még szükségesek, mert kétségkívül a beruházás előrehaladását segítő, jogszerűnek tekinthető, tehát legális költségek. Mivel a megvalósulás követően a beruházás felelősének, azaz a BKV-nak tulajdonosként és leendő üzemeltetőként elemi érdeke volt, hogy a beruházás leggyorsabban és a legköltséghatékonyabban jöjjön létre, ezért az e-célt szolgáló indokolt ráfordításai észszerűek és legitimek.
nem az AM 2007. január 24. napi szerződés teljesítésének ellenértéke volt az egyetlen, a DBR Metro projekt igazgatóság működését és tevékenységét érintő olyan költség, amely a BKV költségvetését terhelte. Nem akarok kellően alá nem támasztott feltételezésekbe bocsátkozni, hiszen, mint korábban mondtam, a feltételezések nem a mi kenyerünk. De ha a 31-es számú tanú alapbérét nézzük, ismerve a rendelkezésre álló iratokból a korabeli munkaszerződések alapján a béreket, valószínűsíthető, hogy ő és a munkatársai részére történt munkabér kifizetések a járulékokat is figyelembe véve elérhetik, sőt meghaladhatják a 2007. január 24-i szerződéssel az AM részére az általuk elvégzett munka után kifizetett megbízási díjak összegét. Ez részint rávilágít arra, hogy a projektre más forrásból is származhatnak legális ráfordítások, nem csak a projektköltségekből, valamint arra is, hogy az ügyészségnek a költségek elrejtésére vonatkozó alapfeltevése elhibázott, téves. Csere.